Először 1880-ban merült fel annak az ötlete, hogy Bukarestet egy hajózható csatorna révén összekössék a Dunával. Nikolaj Kuku korabeli mérnök elképzelése azonban több mint egy évszázadig terv maradt csupán. 1929-ben ugyan újra felszínre került az ötlet, ám előbb a gazdasági világválság, majd a II. Világháború vetett véget a projektnek. Újabb 50 év telt el, míg a 80-as évek derekán a Ceausescu gigantomán elképzeléseihez illeszkedő projekt bekerült az 5 éves tervbe, így aztán mintegy 25 ezer ember részvételével 1986-ban elkezdődtek a munkálatok. Hihetetlen ütemben haladt az építkezés, amint ezt Ceausescu fáraókat megszégyenítő projektjeinél már megszokhattuk. Számára ez is egy grandiózus terv része volt csupán, mellyel a kommunista romániai infrastruktúráját szerette volna világszínvonalúvá tenni. A munkálatok következményeként az 1989-es rendszerváltásig három falu, azaz mintegy 250 lakóház került víz alá, s több mint 1000 embert költöztettek ki a hatóságok. A tervek szerint a Bukarest határában húzódó Árgyes folyó Dunáig tartó 73 kilométeres szakaszát kellett volna hajózhatóvá tenni. 1989. decemberére mintegy 75%-ban el is készült a vízi folyosó, 1990-ben azonban a munkálatokat mégis leállították. A kanál is gazdaságnövelő szerepét már a kommunista évek alatt is sokan fantazmagóriának tartották csupán, s infrastruktúrális jelentőségét is többen megkérdőjelezték, köztük volt Iliescu is. Nem csoda hát, hogy a 89-es eseményeket követően Iliescu leállította a munkálatokat. Azóta pedig folyamatosan degradálódik minden. Răzvan Murgeanu, Bukarest helyettes főpolgármestere 1990 előtt történetesen építészmérnökként dolgozott a kanálisnál, s amint mondja, abban az időben ő is értelmetlennek tartotta a projektet. Véleménye szerint azonban 1990-ben mégsem lett volna szabad leállítani a munkálatokat, mivel az azóta eltelt 17 év alatt közel 1 milliárd euró vált fokozatosan az idő martalékává. Amikor Ceausescu elkezdte ennek a kanálisnak az építését, felettébb kérdéses volt, van-e értelme az egésznek. Akkoriban ugyanis az ország kereskedelmi kapcsolatai igencsak sekélyesek voltak, és a kanálison talán csak Ceausescu grandomán terveihez szükséges gigantikus betonlemezeket szállíthatták volna. Teljesen igazuk volt tehát azoknak, akik akkor ellenezték a bukaresti vízifolyósó elkészítését. Az elmúlt években azonban az ország kereskedelmi forgalma ugrásszerűen megnövekedett. Több százszorosa a 89 előttinek. Ma már tehát gazdasági szempontból is megérné befejezni a kanálist. A 2004-es romániai kormányváltással került újra napirendre a Bukarest-Duna kanális kérdése Romániában, ám az elmúlt 2 év alatt továbbra is csupán a tervek szintjén maradt a projekt. Egyelőre még nem tudni, hogyan oldjuk meg a finanszírozást, de akadnak rá lehetőségek. Azt hiszem, európai forrásokra is támaszkodhatunk, s ha kell, kölcsönt veszünk fel. Gondoljon csak bele, ez a projekt nem csupán Romániának fontos, hanem az egész kontinensnek is. A nyár végéig befejezzük azt a városfejlesztési tervet, amelynek a Bukarest-Duna kanál is részét képezi. Igaz, a tervek finanszírozása egyelőre még nem tisztázott, de elmondhatom, hogy jó néhány befektetővel tárgyaltunk már. Ugyanakkor, mivel a terv véghez vitele véleményem szerint uniós érdek is, minden bizonnyal európai forrásokra is számíthatunk valamit. A szakemberek szerint azonban legalább 5 évre és körülbelül 380-400 millió euróra van szükség ahhoz, hogy Bukarest is bekerülhessen a Dunaparti fővárosok sorába.